most következik. A műsorvezető Molnár Szabolcs. A műsor mai vendége Gallus Nikolett, énekesnő, színésznő. Szia! Szia! Köszöntelek! Talán egy éve, másfél éve, nem tudom pontosan, hogy mikor ültünk össze és beszélgettünk, kérdeztem most tőled, hogy folytathatjuk onnan, ahol abba hagytuk. Hát mondtad, ki emlékszik arra, de hát tényleg egyébként normál esetben az ember nem emlékszik. Magára a beszélgetésre nagyon is emlékszem, mert többen emlékeztettek a beszélgetésre. Nemrég egyetemista lettem, és mivel hogy ez egy olyan műsor, ezért is maradt így meg bennem, ahol olyan dolgokról is szó lehet, amire máshol nincsen idő. Ezért a mostani csoporttársaim így vissza hogy ebben a műsorban én miket mondtam. És aztán kénytelen voltam ránézni egy bizonyos helyen, hogy valóban miket mondtam. Tehát mások emlékeztettek, és nagyon tetszett ez a műsor. Tehát most nagyon örültem, hogy megint hívtál, és itt lehetünk. Hát csak ha az ember magasra teszi a mércét, akkor már most biztos, most is nagyon jót kell produkálni, mert ha nem, nem már kell. most nagy az elvárás, akkor most már hát ez nem. már nem is sikerül. Nem végül. kell, nem kell nagyon jót produkálni, sőt, néztem a múltkori műsort, és hát annyira Evitának költöztem, hogy most kifejezetten most pont egy sportról, egy tornaóráról érkeztem ide, ezért vagyok nagyon feltöltve, meg nagyon közben nyugodt is, és direkt ilyen sportosabbra fogtam hogy most ne legyen az, hogy én most túl akarom a múltkori alkalmat készülni, vagy uh -huh. szárnyalni bármilyen módon. Ez jó. Legutóbb mondtál, és pont a beszélgetés végén egy olyan gondolatot, amin én utána jó sokáig gondolkoztam. De még a műsor után is szerintem mondtam neked, hogy ne ezen, majd most még fogok gondolkozni. Sokat meg is tettem. Azt mondtad, hogy van olyan rossz az életben szerinted, amiben nincs jó amiben nincs Továbbra is azt gondolom, hogy hmm, bár... Ne. Azt mondják, hogy teher alatt nő a pálma. Én egyre inkább azt gondolom, hogy a túl nagy teher alatt az ember inkább reményét veszti, ő elfárad, csügged, és a pozitívból átvált egy negatívba, és a végén már annyira belekerül ebbe a körforgásba. De szerintem ezt nincs értelme tovább tetézni, mert én nem ragadok le soha ennél a gondolatnál. Hát azt gondolom. Tehát igen. ezt így gondolom, de közben mindig előre fele nézek. És elképzelhető az például, hogy egy-egy ilyen dolog kapcsán gyökeresen megváltozik a véleményed mondjuk tíz év alatt. Tehát annyi minden történik, formálódik, hogy tíz év múlva azt mondod, hogy Szabolcs, én emlékszem, még annak idején erről beszéltünk, és ma már tényleg mást gondolok hát ez ezzel nagyon kapcsolatban... zavart téged, és nagyon megmaradt benned. Én nem akartam kárt okozni benned. Én, nézd, én, én nem gondolom. Tehát ugye nemrég ö, megint visszatérnék a, az iskolás... Uh -huh. ö, élményeimre, mert talán amikor akkor beszélgettünk, akkor még nem tudtam a mentál higiénész szakra járni. De már szerettél volna? Már, hát igen, már szerettem volna, meg voltam is Aha. a felvételi beszélgetésen, csak valami külső dolog miatt. Ő, azért, mert nem tudták akkor még elfogadni a színművészeti végzettségemet, akkor még nem tudtam elkezdeni. És én akkor igaziból reményt vesztettem, arra gondoltam, hogy, hogy hát ez egy ürügy volt. Majd egy évvel később felhívtak, és pont akkor, amikor elkezdtem szervezni az önálló estemet, mert valamibe annyira bele akartam tuszakolni a felgyülemlet energiáimat, ö, akkor csörgött a telefon, hogy na hát akkor lehetne kezdeni az évet, tehát egyszerre indult el az önálló estnek a szervezése és ez az egyetemi két éves képzés, és itt nagyon sok minden változik, nagyon sok minden fejlődik bennem, hiszen a mentál higiéné az egy önismeretről szóló utazás leginkább, tehát semmiképpen nem analízis, vagy semmilyen pszichológiai felmérés, hanem inkább arról szól, hogy a segítő beszélgetést ezt az ember legempatikusabban, legegyütérzőbben és mindenféle korlátolt gondolkodás nélkül tudja fogadni azt, aki érkezik, mint kliens. De visszatérve arra, amit kérdeztél, erre én nem tudok válaszolni neked, hogy mi lesz tíz év múlva. Én abban tudok hinni, hogy a fejlődés az örök, a változás is örök, de én igenis hiszek ö, a jóban, abban, hogy létezik a teljes jó, és én hiszek a teljes rosszban is. Tehát én hiszek a gonoszban is. Hogy van. Hogy létezik, így van. Hát ezt nem is vanom kétségbe, igen, létezik, és a figyelmünket gondolom, hogy jó például másik irányba irányítani, de te is ezt szoktad csinálni. Talán pont ezt mondtad, hogy ha valami nem tetszik, akkor ráirányítod valamire a figyelmedet. Ez tetszik. így nagyon könnyűnek hangzik, van, amikor nem tudjuk elfordítani a tekintetünket, vagy igaziból olyan erkölcsi dilemát okoz bennünk, hogy elfordítsuk el fejünket, hogy, hogy azért ez nem ilyen egyszerű, hogy honnan tekintek el. Azt hiszem, hogy itt ebben az életben arról tudunk dönteni, hogy mi melyik energiát és melyik erőt ö, engedjük be magunkba. Ugye sokan azt mondják, hogy a minden rossz a jó irányba sodor minket, de most megint uh -huh. visszaérnénk oda, ahol előbb elindultunk, uh -huh. meg ahol múltkor befejeztük, tehát nem tudom, hogy van-e értelme ennek a. Körbe, körbe megyünk. Á, fel meg. <gül> <gül> nem, fel Valahogy légy. törjünk ki innen. Hát például, hogyha kilépünk, és átlépünk egy másik fejezetbe? Például úgy, hogy mondjuk el, elmesélem, hogy mire Szenna. jutottam az önálló estelmel. Jó, oké. Okay. Igaziból nagyon-nagyon nehéz volt, mert egy önálló este egy olyasmi, amikor végre szabad kezet kap a művész, és elszabadulhatnak az indulatok és a fantázia és minden, és addig, ezt mondtam is egyébként a szirtes szírt tanár úrnak, jót derült rajta, hogy az eddig elszenvedett vélt és valós sérelmeimet, amiről azt képzeltem, hogy vannak mondjuk a nagy színpontok, Adon az ő rendezése alatt, azokat én most jól ki tudom örjöngeni, és ki tudom adni magamból abban a műsorban, amit saját magam szerkesztettem. És ez tulajdonképpen így is lett. Nem álltam meg egy óránál, nekem a másfél óra kellett, tehát ez is egy örök tanulság, hogyha még egyszer valaha lesz önálló estem, akkor azért ennél az 50 perces limitnél megmaradok. Hála Istennek nem a, a közönség hívta fel a figyelmemet arra, hogy sok, mert hogy végig ö, élték velem, és eddig az a... Húsz előadás, ami ebben az évadban lement, azt bizonyítja, hogy, hogy nagyon szerették, és olyan visszajelzéseket kaptam, hogy nagyon színes volt, volt benne humor, volt benne tánc, volt benne teljesen letisztult ö, önmagam, tehát csak az ülök és mesélek, és a nagymamám egy, egy, egy nagyon mély, olyan szerelmi történetét meséltem el, ami biztosan, hogy én rám is ö, valamilyen hatással van, tehát ahogy így visszük az anyai ágon a különböző csomagokat. Szóval nagyon sokrétű volt, és nagyon remélem, hogy a jövő évadba is átcsúszik. Azt még nem tudom elmondani, hogy mikor, de érdemes nézni, a címe az Hölgyek, Urak. Ugye a 20-as évektől a 40-esig terjedt az én bebarangolt kis időutazásom, és egyre inkább látom, hogy a színház és a mentálhigiéné az mennyire, mennyire hasonlít egy színésznek a megközelítése ahhoz a szerephez, tehát mi a mentál higiéni? Személyesség, személyes odafordulás, egyfajta pozitív figyelem, egy elfogadás. Amikor megkapok egy szerepet, most egy, egy csodálatos, tényleg ezt is örülök, hogy elmondhatom, mert megint egy óriási álmon vált valóra. Tehát most már nem a mama miáról beszélek, amiről múltkor beszéltünk a Donna Sheridanről, hanem most a Billie Eliot, Mrs. Wilkinsonjáról beszélnék, Ő, aki, aki a legmeghatározóbb kulcs szereplő, az egyetlen olyan nő a nagymamáján kívül, aki tényleg a tehetség útjára tudja egyengetni a Billy Elliotot, ezt a kisfiút, aki ebben a, a, nyomorúságos bányász közösségben él, és az apukája azt akarja, hogy ő boxolni menjen, de ő bele bekeveredik egy balettórára a Mrs. Wilkinsonhoz. És, és felismeri a Mrs. Wilkinson, a balettanárnő, hogy micsoda őstehetség ez a fiú, és próbál változtatni. Lehet, hogy ő már feladta, lehet, hogy ő már megkeseredett egy kicsit olyan szplínesen, olyan, olyan unottan vezényeli le először azt a balettórát, de meglátja ebben a fiúban azt, azt, a, azt a tehetséget, azt a csodát, és ettől ő is életre kell, és már nem kiéget, mert már van életfeladata. Na most a mentál higiénében is így tanulunk mi is a klienseinktől, és így fordulunk mi is a klienseink felé, jó esetben ez a Rogersi módszer, hát ezt tanuljuk, aki ezt a személyes odafordulást az előtérbe hozta, Egyébként egy, egy, egy pszichiáter, egy pszichológus volt, és aztán kidolgozta ezt a módszert, mert sokkal eredményesebb volt, mint a pszichoanalízis. Tehát sok esetben a mentál higiéni eredményesebb. És visszatérve a Mrs. Wilkinsonra, ugyanúgy keresem a Mrs. Wilkinson van magamat és az igazságokat, és ez vonatkozik a mentál higiénére is. Na. És amúgy mindenki meg tudja mondani, hogy hogyan lenne jó neki segíteni? Mert gondolnám én, hogy sokszor valaki nehézségben van, megkérdezzük tőle, hogy te mit szeretnél, hogy hogyan segítsünk? Igen, igen. Ezt nem, ezt nem kérdezzük meg így konkrétan. Aha. Egyszerűen ő nem, nem tudja az ember megmondani. De ha belekerül egy olyan térbe, most itt mi ülünk, én nézek rád, és olyan szabadnak és boldognak érzem magam, mert úgy érzem, hogy mindent mondhatok neked, tudnélik. Bármiről beszéletek. Tehát itt most nem kell, oké, okay, hogy van időkorlát, de van egy szabadságom. Ha ezt egy kliens megérzi, hogy ez nem panaszkodás. Nagyon félnek a kliensek a panaszkodástól. Panaszkodás akkor, hogyha az apámra, anyámra, gyerekemre, szomszédomra, környezetemre pakolom, szívom és tolom rá az én nyomoromat. Az panaszkodás. Ha egy mentálhigiénés szakemberrel beszélek, nem panaszkodás, hanem önmagammal való munka. Csak én például tudnám azt gondolni, hogy lehet mindig szebbnek is látni, tehát ha mondjuk elkezdenék most valami nehézségről beszélni, akkor lehet azt úgy is nézni, és én mindig erre törekszem én például az életben, hogy mindent valahogy egy olyan szemmel nézni, amin keresztül nézve az jó. Megvan a jogod arra, hogy te magad megformáld, ez is ez a szabadság. Mentelégén is nem mondja meg neked, hogy az jó vagy rossz. Ő elfogadja te döntésedet, ha te döntesz. Ha nem döntesz, nem döntesz. És akkor itt jön a legviccesebb, hogy lehet két órán keresztül is egymással szembe ülni és csöndbe lenni. lenni. És elviselni azt a csöndet. És ő a filmeken keresztül, amiket nézünk, ott kiderül, hogy mennyire fontos, ugyanolyan fontos a csend, mint ahogy a színpadon is fontos a csend. Abba történnek hatalmas dolgok, az ember mondjuk megérkezik, én most magamról beszélek, amikor a mentálhigiénés segítőmhöz annó megérkeztem, színművészeti előtt jártam, és nagyon hasznomra volt, és hogy mindent elmondtam, hogy mi, milyen borzalmas, és kilátástalan, és szörnyű, és nem vágta rá a tutit, és nem mondta azt, hogy jaj, mit csesztél el, meg hova gondolsz, Elfogadta. Uh -huh. ezt, ez az, amit te gondolsz, ez az, ahol te vagy. És ott leülepedett bennem, és én el, magamnak elkezdtem megfogalmazni, ja, de akkor az nem is úgy van ám, hanem lehet, hogy ezt kéne megpróbálni, vagy azt ott félreértettem? Tehát lehetőségem volt egyfajta hangos, kihangosított gondolkodásra, és én magam oldottam meg, van egy ilyen nagyon gyönyörű képi világa a mentál higiénének, hogy, hogy mindenki maga, a saját maga, uh -huh. és abból a magból, mint egy palánta, szükségünk van arra, hogy valaki megöntözzön, vagy vagy mondjuk a napra kitegyen minket, de a mi növekedésünket azt nem lehet serkenteni, meg nem lehet visszanyomni. Azt látom, hogy az a legcsodálatosabb és az a legszebb, hogy a csoporttársaim és én is az élen tele vagyunk gátlásokkal, komplexusokkal, mindig amikor azt hisszük, mert nekünk most már ő, kell létesítsünk ilyen kliens kapcsolatot, hiszen ezt nem lehet könyvekből megtanulni, ez csak személyes találkozáson keresztül, és naplót kell vezessünk, természetesen anonim ő, naplót, és gondolkodnunk kell azon, amit tapasztaltunk. Szóval... Rengeteg kérdésünk van, és ezt, és ezt állandóan ilyen műhely jelleggel megbeszéljük egymással, nyugtatjuk egymást. Amikor azt gondolnánk, hogy a leginkább nincs ránk szükség, és én azt mondanám az illetőnek, hogy, hogy nézd, én nem is tudom, én most, most ez neked jó volt, szeretnél még egyszer találkozni, akkor egy riadalmat látok, és azt mondja, hogy nagyon jó volt mindenféleképpen hát akkor csak működik, tehát nem nekem kell jól érezni magam, tehát nem nekem kell bulizni és különleges igen. dolgokat hallani, hanem a másik oldala lényeges. Különben még egy dolog eszembe jutott, ami annyira csodálatos, és úgy tetszik nekem, hogy, hogy mi a, a célja a mentál higiénének, hogy akkor működik jól, hogyha nincsen már rá szükség. Igen. Tehát, hogy szükségtelenné tenni magamat. És tényleg ez történik, igen, hogy egyszer csak már nem lesz rá szükség. Hogy, 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 hogy elhiggye a kliens, hogy ő képes, hogy ő benne ott van a képesség, hogy ő meg tud mindent oldani saját maga. A legtöbbször azt látom, egyébként magamon is, hogy a rossz napjaimon, vagy a... a tényleg olyan, mert vannak, van olyan, hogy attól, mert az ember egyszer megvilágosodott, még száz borzalmas napja is lehet, hogy, hogy akkor, akkor, úgy, úgy elanyátlanodik, elapátlanodik, olyan, olyan, olyan nyomorult lesz az ember, és olyankor is jó egy kicsit feltöltekezni, és megérezni a saját erőnket. Hát igen, amúgy most még azt jött eszembe, hogy te tudsz, vagy tudnál például panaszkodni? biztos belecsúszom, következő történik. Felteszem a lemezt, és hopp, mivel figyelek, eldönthetem, hogy folytatom-e a dumámat, vagy abba, ha leállítom magam. Hát, van, hogy sikerül, van, hogy nem. Most nem akarom én valami megszentültnek beállítani magamat. Biztos, hogyha a páromat kérdeznéd, akkor ő azt mondaná, hajaj, hogy tudja nyomni. Igen, van, amikor megakad a tű, és akkor az ember. Így van, így van. De akarsz? Én inkább valószínűleg ezt akarom kérdezni, hogy akarunk-e még panaszkodni. Vagy pedig már inkább úgy vagyunk el, hogy már nem akarunk, csak néha mégis megtesszük. Akarni, akarni, attól én tartok, Aha. tehát az ilyen ö, görcsös akarásoktól nagyon rosszul áll nekem, nem is működik Aha. igazán. Ö, ö, inkább a készenlétre, tehát mo most is... Ö, Erőltettem magamon egy kicsit a tornát ma este, mert tudom, hogy ez a Mrs. Wilkinson, ennek van két olyan száma, amire én egész életemben készülök, hogy, hogy, hogy tényleg egy olyan olyan 8 perces, komplex színház ének, és, és közben, mivel balettanárnő tánc, ő tanítja a kisfiút. Tehát olyan kihívás előtt állok, hogy én nem akarok panna leállni, panaszkodni, hogy jaj mi lesz, uh -huh. hanem elmegyek és... Összeszedem magam, és elmegyek, és, és tornázom, és megteszek mindent, hogy aznap, amikor odaállok a Tihanyi Ákos koreográfus elé, akkor ne lihegjek, és ne izzadjak, hanem az pengelegyek. Jó, ez. Próbálkozom, ez... próbálkozom tartani a pozitív. Tehát olyan öröm, öröm volt eljönni a teremből, hogy tettem a magamért, és eszembe jutott, hogy, hogy olyan jó, jó lenne, hogyha hogy ha azok is, akik csüggettebbek, vagy szomorúbbak, vagy már nem hisznek úgy, vagy tényleg a negatívba fordultak, ha megtapasztalnák azt, hogy, hogy elkezdeni nagyon nehéz, és utána meg annyi örömöt ad, hogy ugye az ember legyőzi önmagát. Az a legnagyobb, hát, ö, igen. Le, legnagyobb jó érzés. Jól kell, hogy essen az élet. Ha az élet nem esik jól, mert tele van szabályokkal, ha egyszer most panaszkodnom esett jól, nem azzal van a baj, hogy panaszkodom, vagy nem, hanem hogy észreveszem-e, hogy panaszkodtam-e hogy észreveszem-e, ott vagyok-e a pillanatban, jelen vagyok-e. Aztán meg most ez is úgy hangzik, mint mintha valami guru lennék, hát van, amikor nem vagyok ott, mert el van terelve, mert zizi vagyok, mert ért valami, valami traumatikus pillanat, ért, ért valaki megbántott, akkor már az ember össze-össze zilálódik, de akkor tudom, hogy azért vagyok ideges, mert megbántottam. Tehát, hogy nagyon fontos, az első Fontos ö, dolog, hogy az iránytünket, ami a, a, az élet jó éléséhez, ez nagyon én nem jól mondtam. Azok az érzéseink. Azok nem elsősorban a gondolataink, hogy mit variálunk, meg ott kifőzzük, hogy mi lenne a jó. Mik az érzéseink? Elmondhatod, hogy mi lenne nekem a jó, ha én itt bent nem érzem, hogy nekem az jó lesik, és jó, akkor az még nem jó. Tehát. Ö, nagyon figyelni kell arra, és az so, sokat segít, mert például itt van ez az edzés dolog is. Én jártam, most ez lehet, hogy a reklám helye is, egy nagyon, voltam egy amerikai turnén, egyébként csak azért mondom el, hogy ez egy Casanova Night Musical volt, mert lehet, hogy még lesz belőle, egy nagyon különleges revű volt, és... Musical revű, és ott megismerkedtem két akrobata fiúval. Az egyik a Deres Ádám, és ő neki egy nagyon karizmatikus, meg biztos, hogy fogunk róla hallani. Ő, ő egy olyan, olyan fiatalember, aki egy 115 névre elkeresztelt edzésprogramot, ez a perceket jelenti a 115, uh -huh. egy ilyen edzésprogramot hozott össze. És ő ott annyira szimpatizáltam vele, hogy én elmentem az ő óráira, jártam nagyon becsületesen, és ezt csak felismertem azt, és én megmondtam az Ádámnak, fantasztikus, amit csinál. És nekem megmondta a testem, hogy a 115 nekem sok. Tehát lehet, hogy vissza fogok járni, de én most visszamentem az 50-60 perces órákra, mert nekem megmondta a szervezetem, hogy így 41 felé, nekem ez lehet, hogy a musical színjátszásommal és a napközbeni egésznapos rohangálásommal, kutyasétáltatásommal lehet, hogy megterhelő és sok. Tehát ez most csak a felismerésre, hát, a beismerésre és a felismerésre. Persze az Ádám azt mondta, hogy ugyan már, de énnek, én meg tudom. Még jártam egy darabig, mert hittem, hogy ugyan már, és aztán elfogadtam azt, amit a belső érzésem mondott. Hát igen, és még az érzések kapcsolatban, aztán már mindjárt zárjuk a gondolatokat, az jut eszembe, hogy ha, az, most így hangosan gondolkozom, ha az érzések mentén haladunk, akkor mondjuk, mondta te is, hogy mondjuk valaki megbánt, akkor vagyok egy megbántott érzésben, és gondolom én, hogy, hogy megbántott érzésben nem jó utána döntést hozni például, hanem jó először az iránytő szerint visszarendeződni, és akkor úgy döntést hoz. Hát bölcs dolgot mondasz, tehát nem zaklatottan biztos. dönteni, meg zaklatottan választani, attól én is óvakodom. Tehát akkor nem az érzéseink alapján, ha így nézzük, hanem az iránytű alapján. Hát ez a kettő ugyanaz. Ugyanaz? <laughs> hát az én iránytűm, azok az érzéseim. De ez nem azt jelenti, hogy én csak egy ösztönlény vagyok, tehát próbálom összehangolni. Uh -huh. De ami a legtermészetesebb és a legőszintébb, az nem itt van hanem az nem is csak itt, ahol a szívem van, hanem az embernek a gyomra tájékán. Ő nehéz különben a higiénébe van egy olyan szabály is, hogy, hogy, hogy dicsérni vagy minősíteni semmilyen nem. irányba nem ildomos, de még jó irányba se. Mert most mondok például egy olyan példát, hogy amikor nekem nagyon sok gondom volt, és nagyon sok fájdalmam, és tegyük fel, valakiben megbíztam és nem szakemberhez mentem, akkor az, jaj, ugyan, már, te egy olyan stram, meg te úgyis mindent meg, megoldasz, meg te egy vagány lány, ugyan már, de lebagatizáltak, engem az egekig felmagasztaltak, hogy milyen izé nő vagyok, köszi. Tehát, hogy az sem esik jól, amikor az ember a padlón van és lentről szemléli az eseményeket, akkor az nem vigasztalás, hogy, hogy valakit betolnak a műtétre, és azt mondják neki, hogy jaj, ez kovács néni, hát már 80-an túl kezen. Hát inkább akkor az, az, az lenne a szép, ha valaki csak egy pillantással vagy egy, egy érintéssel azt mondaná, hogy tudom, hogy nehéz, mindjárt túl lesz rajta. De el nem kell, ez se kell. Egy ez mosoly, se kell. Igen. vagy egy tekintet. Igen, igen. Vagy egy elfogadása annak, hogy igen, ez most ez most történik, de kitartás. Vagy lehet, hogy Kovás néninek tényleg, ha csak a kezét egy picit valaki megfogja. Ez egyébként ez egy nagyon érdekes dolog. Kísértem egy hozzám nagyon közel álló hölgyet egy műtétre. Egyébként ez a, ez a kórházas élmény ez nagyon friss. És ő egy, egy olyan ember, aki nagyon kifejezi az érzéseit, nagyon szeretem őt, és nagyon félt, amikor az egyik csövet eltávolították a műtét is ebből, és ilyen kicsit gyermeteg módon azt mondta a nővérkének, hogy fogja meg a kezem, olyan megható, most is meghatodom. és a nővérkének leesett az álla. Így kinézett rám, és így, el is vagyunk szokva ettől a fajta emberi érzelmességtől, és akkor utána szerencsére jó fej volt a nővérke, mert így megrázta magát, és azt mondta, hogy jó, és megfogta, és semmi baj nem volt. De hogy ez olyan megható, hogy, hogy aztán van, aki nem mer így kérni. De jó, hogyha már ki tudjuk mondani. Így van, így van, így van. Hát most pont a műsor végére egy pont kerül itt, vagy pont, pont pont Hát Jó. remélem, hogy egy icipici vesző, és majd egyszer még találkozunk, és akkor még többet tudok a Billy Elliotról mesélni, mert az, azt 15 éve láttam Londonban, és akkor ott ültem, és azt mondtam, hogy ez nekem nagyon-nagyon-nagyon, és átestünk egy hatalmas castingon megint, amiben teljesen tönkrementem, de ne beszéljünk, uh -huh. de most már benne vagyunk, és készül a darab, és, és egész nyáron az Erkelben. Veled együtt. Igen, köszönöm szépen. Örülök, és köszönöm. Én is. Találkozzunk legközelebb is. Együttműködő partnerünk a Godona Vétterem, Seafood and Grill. Műsorunkat támogatta a Füzéri Várgondnokság. További információ www.füzérvár.hu Alperába Fesztivál Körmend. Tikka szöcske Kóla.